a videót, amikor látjátok, már túl leszünk életünk legnagyobb kalandján. Remélhetőleg. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Mennyi? 100? 190 centi. 190 centi? A másik az 180. De 190-szer 190, vagy mi? Nem, anya, az hosszú. 70. Aha. Csak 60. Tehát a 70 is elég a fejünkre úgy, nem? Nagyon szép. Gyönyörű. Gyönyörű. Lili! Gyere, válasszál hijabot! De kell, édesem! Gyere, most nézzük, hogy milyen színűt akarsz, gyere! És abból nem volt más szín, abból az aranyosból? Szerintem nem. Tehát az gyönyörű, azt tedd be kosárba, már vagy? Az gyönyörű volt. Uh-huh. És van különböző anyag, mert van sejem, jersey. Van ilyen vékonysál is. Az nem tetszik. Mármint, hogy lila nem tetszik, lehet, hogyha van olyan izé. De van olyan kreppes is volt, vagy valamilyen. Nagyon szép színekben vannak. Milyen szép. Uh-huh. Az ilyen átmenetes. Aha. Csak 59, anya. Hoztam a dubai csomagunkat. Benne vannak a hijabok, amiket rendeltünk, amiket ugye felpontban. Gyere, megjöttek a hijabjaink. Hát az, egyik az egyiket azt ott kölcsönadom, gyere. Azt nem is kérsz. Gyere, fölpróbáljuk. Nekünk adagatatom? Uh-huh. Na, már nagyon kíváncsi vagyok. Na. Akkor itt az első, van az enyém. Tettő még látszik a hajad. Gyönyörű szép. Nem baj, de hogy a... Ilyen világos, barna, pés színű. Fel is próbáljam most? Uh-huh. Igen? Jó. Kívánok! Ezt úgy próbálom fel, hogy csak a vállamat. Hát ezt azért vettük, hogy a vállunk anya legyen ki. Az nem baj. Így. Nagyon jó. Vagy így fogom hordani. Szóval így fogjuk hordani ugye a nagy melegbe, meg hogy ezért nem mutassunk annyi bőrt. A ruhám is nézzétek ilyen hosszú. Rendeltem egy ilyen hosszú ruhát a Zarából, nézzétek milyen olyan kényelmes anyaga van. Itt egy fürdőruha olyan, olyasmi az anyaga. Na és ha meg bemegyünk a moszkéba, vagy hogy hívják magyarul, akkor pedig... Mecset. Mecset. Jó. Ja. Mert ezt tükörkel nekem, anya. Akkor meg ugye föl lesz rakva átul a hajam, így konyba, és akkor... Igen. És így lesz. Mm-hmm. Na. Igen. Nagyon jó. Igaz? Milyen jó lát? Mhm. Ez volt az egyik, én kettőt rendeltem. Egy ilyen vékonyossal, amit látjátok, hát látszok. A másik pedig szintén ilyen barnás színű, de ez különleges, mivel az egyik oldala ilyen gyönyörű csillogó, és ez már nem olyan átlátszó. Ez egyáltalán nem átlátszom. Uh-huh, nekem ez nagyon tetszik. Ilyet lehet még rendelek én is. Ezt én is néztem. Na milyen? Igen, és akkor valahogy csináltam, hogy azt így lehúztam, és így raktam a vállamra. Ja, igen. Ja, hát, hogy igen. Uh-huh.
Aztán várja, hogy hol? Így. Ja, így, igen. Csak ezt meg kell folytatni. Így. És így már tényleg nem esik, és akkor kérek a hajamat. Csak így lehet kicsit meleg lesz a nyakamra. Ezt a három variációt néztem. Nagyon kíváncsi, hogy a tiéd. Hát is szeretett? Akkor most átveszem a kamerát. Ez egy világosabb szín, mint a királyé. Érdekes, ilyen mintás, magába mintás anyag. Hú, voilà. Hú, de nagy. Nagyobb, mint a tiéd. Na. Igen. Most meg kell nézem magam a tükörbe. Megnézem. Wow, de szép, ilyen vízkék. Ez elvileg pamut. Tehát ez elég vékonyka. Elég vékonyka. Másik nem és kicsi is. Ezt az, hogy néz ki, anya? Mi, mint egy olyan, az a pelenka, tudod, az a gyerekeknek az a... Ez ilyen. Ha jó ez. De annyira nem vagyok vele megelégedve. De egyébként így arra, amire nekem kell, tehát nem vagyok muszlim, tehát nem a fejemre kell ilyen izére, de így jó. Szóval nekem ez így jó. Ez ilyen... Nem rossz, de... Meg kell nézem magam. Szia, Lüszi papa! Szia! Na hát készülünk életünk legnagyobb és legdurvább nyaralására. Na hát egy kicsit szeretnék mesélni arról, hogy jutottunk el odáig, hogy megyünk, hogy elutazunk Afrikába, és egy kicsit szeretnék róla mesélni nektek, hogy jött le ez az egész, úgyhogy hamarosan most már telnek a napok, egyre közelebb kerülünk ehhez a dátumhoz, egyre jobban izgulunk, egyre jobban készülünk, de mire ezt a videót látjátok, mi már itthon leszünk. Tehát az egész az úgy kezdődött, hogy karácsonyra apától pénzt kaptam, ez azért is fontos megemlíteni, ugyanis én nem nagyon szeretek ajándékokat kapni, jobban szeretem magamnak megvenni, amit szeretnék, és már régóta ez így működik nálunk, hogy pénzt ad nekem, és akkor én azt veszek belőle, amit szeretnék, akkor, amikor szeretnék, természetesen. És ott jött nekem ez a gondolatom, hogy akkor én ezt belefektetem egy közös családi nyaralásba, tettem még hozzá, és úgy döntöttem, hogy a bakancslistámon rajta volt, Marokkó, és elkezdtem nézni a Ryanairnél, ugyanis innen Svédországból, most már nem olyan régóta, de egyenes járatban, egyenes átszállás nélkül megy a Ryanair Marokkóba, és ez egy nagyon, tényleg nagyon régi álmom volt, hogy Afrikába egyszer eljussak, és ugyanúgy nem csak nekem, hanem egyébként apának is, és a Lili se volt még természetesen Afrikába. Úgyhogy ez tényleg egy óriási, nagy családi utazás lesz. Tehát elkezdtem nézni akkor ezerrel a repülőjegyeket, és találtam is repülőjegyet, elég gyorsan, nem volt drága, úgyhogy nagyon boldog voltam. Meg is vettük a jegyeket a királyval, ez körülbelül december végén szerintem ilyen szilveszter körül volt. Igen, és most jön a fekete leves. Képzeljétek el, na mi történt? Képzeljétek el, hogy ugye ez egy muszlim országról beszélünk, ahol ugye a Ramadánt ünneplik. Marokkóról tudni kell, hogy ugye arabok laknak ott nagy részt, laknak ott keresztény és zsidó vallásúak is, de a legtöbb ugye muszlim.
és hát ugye ott Ramadán szokott lenni. Természetesen mikor van a Ramadán, amikor megyünk, nem hiszitek el. Pont abban az időszakban vettem a jegyet. Gyerekek, én körülbelül egy hónapig nem mertem megmondani apának, hogy akkor megyünk, amikor Ramadán van, ugyanis utána olvastam, és van egy-kettő dolog, ami nem igazán olyan lesz, mint a hétköznapokban, mint hogyha nem ilyen Ramadán ünnepkor mennénk. Például nem lehet nyilvános helyen dohányozni. De apa, gondoljátok, nagyon örült neki, amikor elmertem neki mondani, hogy csak a szállodába tud majd, és olyan helyeken, nem tudom. Például a McDonald's állítólag nem ad hamburgereket, csak csirkeburgert esetleg, de még az sem biztos, hogy nyitva lesz, amikor majd megyünk a Ramadán alatt. Úgyhogy gyerekek, ezt benéztem. Szóval ez volt az egyik dolog, ami miatt elég érdekesen indult ez a készülődés, és akkor ez még semmi. Tehát most jön még a másik része a dolognak. Az az, hogy itt ugye a svéd iskolákban elég lazaság van, tehát a szülő bármennyit igazolhat, ez egy bizonyos óraszámig az iskolába, tehát nincs behatárolva, hogy akkor most nem mehet el, nem utazhat el bárhova. Hogyha belefér még az óraszámba, akkor mindig el van engedve. Csak írni kell egy ilyen, ki kell tölteni egy papírt, és ennyi. Mi ki is töltöttük, be is adtuk. Egyszer csak két nap múlva jön egy e-mail, nem engedik el a gyereket. Hát nem hittük el, hát mondom, ilyen nincs. Itt Svédországban nem engedik el a gyereket. Egyszer kérjük el egy évbe. Hogy? Mi? És képzeljétek el, hogy itt van olyan, hogy szerintem Magyarországon nincs, vagy lehet, hogy van, javítsatok ki, hogyha van. Nem tudom, nem is nagyon érdekel. Tehát itt úgy van, hogy van nemzetközi dolgozat, amiről nem lehet hiányozni. És ez pont akkor van, amikor nemzetközi svéd dolgozatot írnak a diákok az általános iskolába, és az igazgató visszautasította. Tehát Lili nem jöhet el. Ebbe én aztán teljesen nem egyeztem bele. Volt veszekedésünk apával, ritkán veszekszünk, de ez egy ilyen veszekedési pont volt, ugyanis ő közölte, hogy ő itthon marad a Lilivel, nem jön sehova, én menjek el a királyékkal, és nem engedi el az iskola, nem tudunk mit csinálni, mert a Lilinek akkor évet kell ismételnie. Nem mehetünk el, mert hogy... Tehát, hogy ez egy olyan nagy dolog, nem engedik el az iskola, és ugye meg leszünk büntetve ezért. Úgyhogy ő inkább úgy dönt, hogy marad itt Svédországban, és nem jön velünk. Ki volt fizetve a repülő? Ki volt fizetve egy része a szállodáknak? A Lilike halálosan beleélte magát, meg én is, hogy az egész család együtt lesz. Szóval én nem engedtem ebből az egészből, és küzdöttem, harcoltam, mint egy oroszlán. És képzeljétek el, hogy minden utat próbáltunk megkeresni, hogy hogy lehetne ezt megoldani. Beszéltünk ezer tanárral, más iskolákból, tanárismerősökkel, stb. Tehát tényleg mindent megtettünk. És én nem tudom, hogy melyikötök hisz a teremtésbe, tehát a tudatos teremtésbe, hogy az ember teremti a jövőjét konkrétan. Ha szeretnétek majd erről videót egyébként, lehet, hogy csinálok róla majd videót, nem biztos. Tehát én nagyon hiszek benne, és én nagyon elképzeltem, hogy kim vagyunk már Marokkóba együtt, az egész család, és felszállunk a repülőre, és le is szállunk Marokkóba. És apa írt egy e-mailt a svéd tanárnak, tehát nem az igazgatónak, aki visszautasította, meg az osztályfőnöknek,
hanem a svéd tanárnak, és próbált vele beszélni erről, hogy hogy lehetne ezt megoldani. És hát apa semmi esélyt nem látott rá, ugyanis nagyon sok civil emberrel is beszélt erről, és mindenki azt mondta, svédek is, hogy hát ez volt, akinek a gyerekének betegenbe kellett menni ezt a dolgozatot megírnia. Bár ezt annyira hülyeségnek tartom, itt a laza Svédországban, hogy szinte hihetetlen, de lehet, hogy az a gyerek bement betegen, nem tudom, mondjuk én nem engedném be a gyerekemet betegen, de állítólag így történt, higgyünk neki. De nagyon sokan tényleg, tehát hogy mindenki, szó szerint 100%-osan mindenki azt mondta, hogy ez nem megoldható. A Kira is ugye iskolában, a Kira is ugye magániskolában dolgozik, megkérdezte a főnökét bent, és ki volt borulva, ki volt akadva, hogy ez felelőtlenség, hogy mondjuk vissza az egész utazást, és nem menjünk el. Szóval mindenhol ilyen visszajelzéseket kaptunk, plusz még vissza is utasítottak ugye minket. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy apa beszélt a svéd tanárral, és képzeljétek el, én közben mindent elképzeltem úgy, ahogy azt szeretném, hogy történjem, és apa telefonált, hogy nem tudom, hogy hogy csináltad, de sikerült. Mi van? Köszönöm szépen. Tehát megyünk. Úgyhogy ez már visszafordíthatatlan. Megyünk Marokkóba. Együtt az egész család. Tehát így indultunk. Képzeljétek el. De most már egy egyenesbe vagyunk. Nagyon sok dolgot közben ugye utána kellett nézni. Szállodáknak most akkor most meséljek egy kicsit így a kulisszatitkokról, hogy mit, hogy próbáltunk intézni. Ugye mi mindig mindent a Bookingon szoktunk lefoglalni, minden szállást előre, valamit rögtön kifizetünk, valamit pedig ott a helyszínen, a szálláson. Ez mindig változó, most is így történt, több szállodát jelöltünk be, de elmondhatom, hogy életemben így nem jártam, ugyanis nagyon-nagyon sok szálloda van, ugye Marokkó nagyon a turistákból él, tehát iszonyatosan sok szálloda közül lehet választani, viszont szerintem ugyanez a helyzet, mint Máltán például, hogy nagyon meg kell nézni, mert az ötcsillagos szálloda is lehet nagyon-nagyon gagyi. Körülbelül egy hónapot válogattam a szállodákat, mire odáig eljutottam, hogy melyik szállodák, amik közül egyáltalán érdemes választani. Egyébként nagyon szerencsések vagyunk, mert a Kirának a gimnáziumi spanyol tanára, ő marokkói, és a Kira ugye általa került be a magániskolába tanítani, és nagyon jóba lettünk vele, apa nagyon jó barátságot alakított ki vele, tehát barátunként kezeljük őt, tehát barátunknak mondhatjuk, és ő nem lesz ott akkor éppen Marokkóba, de viszont nagyon sok rokona elég magas pozícióba van Marokkóba. Nagyon sok tippet és információt adott nekünk Marokkóról, úgyhogy ez nagyon, nagyon nagy mértékben segített felkészülni az utazással kapcsolatos dolgok intézésében. Tehát akkor egy kicsit most mesélek arról, hogy hova fogunk menni Marokkóba, és így az utazással kapcsolatban. Tehát Ryanair-rel fogunk menni, Ryanair-rel fogunk utazni, és Marrakeshbe fogunk leszállni. Egy éjszakát leszünk Marrakeshbe, és onnan egyenesen megyünk majd vasúttal, ugyanis állítólag nagyon nyugati, európai színvonalú a vasúttársaságuk. Néztem róla videókat, és szuper jó gyors vonatjaik vannak, ugye a franciáktól vették, tehát már nagyon régóta nagyon szuper gyors vonatok vannak, és menni fogunk Rabatba. Természetesen mindenhol körbe fogjuk járni ugye Rabatot is, az érdekességeket, és utána Rabatból szintén vasúttal megyünk majd Casablancába.
Casablancáról annyit, hogy egyébként onnan származik a királynak a tanára, és ott elvileg találkozni fogunk a rokonaival, úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy jön össze a dolog, nem tudom. És egyébként Casablancáról nem hallottunk olyan nagyon jó dolgokat. Ugye azért azt tudjátok, hogy a Casablanca filmet azt nem ott forgatták, úgyhogy ezután mi is utána néztünk, de nem ott forgatták. Onnan megyünk vissza Marrakesbe, ott nagyon sok látnivaló lesz, és nagyon sok érdekes dolog, amit meg szeretnénk nézni. Közben pont bejött a Lili, és próbálgatja is a ruháit, hogy miket fog fölvenni, ugyanis azért azt tudnunk kell, hogy mivel hogy Ramadán lesz ott, készülnünk kellett különböző hijabokkal, úgyhogy meg is rendeltük Igen, mutass. Akkor rögtönözzél egyet. Tehát, hogy az a ruhám. Tehát, hogy azt azért tudni kell, mivel hogy Ramadán van, ugye egy csomó dolog máshogy kell viszonyulni ugye a kultúrához ilyenkor. Tiszteletbe kell tartsuk az ő ünnepüket, ugye mi látogatunk oda, tehát a tiszteletet megadjuk. Tehát a Lili próbálja a hijabot, közben Lissi is megjelent itt. Na, tehát igen, igazából az utcára nem kell használni ilyen hijabot, hiába van Ramadán, viszont nem lehet lehet, csak nem illik, akkor úgy mondom, hogy nem illik a karnak, igazából a válnak kint lennie, ez nem kötelező, de úgy illik, és a különböző mecsetekbe is, hogyha bemegyünk, akkor természetesen ott azt hiszem, hogy a fejre is fel kell tenni. Úgyhogy nem tértünk át a muszlim vallásra, nem más szándékunkban, de azért megadjuk a tiszteletet, mert úgy illik. Plusz, hogyha megyünk a sivatagba tevegelni, kvadozni, akkor nem az, hogy jól fogunk kinézni, hanem akkor tényleg hasznos, ugyanis nem kell, hogy a hajunkba és az orrunkba, szánkba belemenjen pontosan. Úgyhogy Dubájból rendeltük a hijabokat. Ezt például drapnak vettem, és ilyen rózsaszín hatása van. A másik pedig ilyen vízkékes. De az nagyon rossz, mert kicsi. Nekem szuper jó. És természetesen a vlogok után majd szeretnék csinálni egy ilyen összefoglaló videót, ahol összegezni fogom, hogy mi volt az, ami tetszett, ötleteket, tippeket, hogyha ti is szeretnétek oda ellátogatni. Úgyhogy igen, közben itt a Lüszike is ide jött hozzám. Na, hát akkor ennyi lett volna ez a videó mára. Remélem, hogy tetszett, és várjátok ti is majd a videókat. Elég sok videót szeretnénk készíteni. Igazából ezeket a nyaralós videókat nem csak nektek csináljuk, hanem nagyrészt magunknak, hogy emlék legyen, nagyon jó visszanézni. Nekünk minden percet megéri lefilmezni és megörökíteni, mert ez egy nagyon szép emlék így visszanézve majd a jövőből. Na hát remélem, hogy épségbe visszaérünk, mire ezt a videót felrakjuk, és tele leszünk már élményekkel, úgyhogy köszönöm, hogy megint itt voltatok, és végignéztétek ezt a videót. Sziasztok!